Benczúr Gyula korának legünnepeltebb, legsikeresebb és legnagyobb hatású mestere volt. 1844-ben született, és már 1861-ben 17 éves korában ott találjuk őt a Müncheni Akadémián, a korszak legjelesebb művészképző intézményében. 1883-ban tért haza Magyarországra, és itt megnyitotta mesteriskoláját Budapesten. Nagy történelmi kompozíciók megalkotásával vált híressé, a millenniumi kiállításra festette a Budavár visszavételét, amelyben az akadémizmus, az akadémikus festő stílus teljes pompájában jelenik meg, nagyszabású díszletezés, csoportfűzés, igazi mozgalmas barokk kompozíció bontakozik ki. A századforduló táján kisebb, meghittebb kompozíciókat is készített, mitológiai témákat dolgozott fel, játékos, barokkos hangnemben, apró kis kövér gyermekeket, puttókat látunk ezeken a képeken, virágok között, pompás kellékek között, mitológiai utalásokkal. Egy 1902-es katalógusban találjuk több ilyen tárgyú képét is, többek között a Juno pávája, Mars sisakja és Vénusz galambjai című kompozíciókat. A Juno pávája és a Mars sisakja ebben az időben, tehát 1902-ben gróf Károly Istvánné tulajdona volt, akiről egy híres portrét is festett Benczúr Gyula. Ez a két kép aztán 1918 után, amikor Károly Istvánné lánya Károly Margit férjhez ment Eszterházy Móriczhoz, a Majki kastélyba kerültek. A múzeumunk tulajdonában lévő darab tehát egy jellegzetes benczúri kompozíció a századforduló körüli évekből, 1892-ben keletkezett. A kép középpontjában egy kövér, életvidám, pirosposgás kis gyermek, egy barokkos puttó ül, átfogja a pávának a nyakát, a páva Juno kíséretéhez tartozik, őt szimbolizálja. Az istennő jelenlétére utalnak a pompás kellékek is, az ékszerek, a gyöngysor, az aranykanna. Ez a kompozíció is ugyanúgy, ahogy a többi mitológiai téma, a barokk előképre, közvetlenül pedig Rubens festményeire vezethető vissza. Jó estét kívánok a Tatai Televízió sportkedjében, köszönhetem nézőinket, azokat, akik bennünket választottak ezen a keddi, kicsit télies estén, és lássuk ma esti választékunkat. Látogatás a Kossuth téri Body Fitness Centerben, aztán stúdiónk vendége lesz Dobos Mihály gerelyhajító, remélem jól mondom, majdnem gerelyvetőt mondtam, pedig gerelyhajító. Aztán láthatják a kis tarcsa, TAC NB3-as labdarúgó mérkőzés legfontosabb mozzanatait, majd közelebbről is megismerkedhetnek a városunkban élő 78 éves Domokos Istvánnal, aki túrázó és elsősorban futó. Adásunk végén pedig a professzionális labdarúgó ligából a Szeged Lombard FC mérkőzés legfontosabb eseményeit láthatják. Két éve nyitották meg a Kossuth téren a Body Fitness Centert, amelynek nem titok, hogy tulajdonosa Marosi László, a népszerű Zümi, a sokszoros magyar bajnok, világválogatott kézilabdázó. A múlt héten látogattunk el hozzá. Azt gondolom, nagyon sokan szívesen járnak ide. Nagyon jó hangulatuk is terem lett az én, úgy gondolom, és az a tapasztalatom, ezt mondhatom bátran, hogy akik ide járnak, azok ezt nagyon szeretik. 40 gép van, milyen fajták, mit lehet ezzel edzeni? Hát a testünk bármely részét tudjuk ezekkel a gépekkel edzeni. Azt gondolom, hogy ez nem kevés gép, de ennyi szükséges is egy jó teremnek a fenntartásához.
gyakorlatilag tényleg bármilyen edzésmunkát ezzel lehetünk végezni. Az ember az edzéseknek nekiáll, utcáról bejön, akkor némi szakmai felügyeletre van szükség. Van ilyen? Igen, a feleségem biológia földrajzszakos tanár, tehát ebből nyilván a biológia, ami a lényeges, és sokáig voltunk kint Németországban, és ott elvégzett egy ilyen fitnessedzői iskolát tulajdonképpen. Tehát ő gyakorlatilag délelőttönként majdnem mindig itt van, és ő az, aki ebben nagyon sokat tud segíteni. Külön szolgáltatás van a nőknek az egyik teremben. Igen, hát vannak olyan hölgyek, akik nem feltétlen szeretnek mondjuk a férfiakkal együtt edzeni, ők egy kicsit elbújhatnak itt a teremben, és nyilvánvalóan a nők egy kicsit speciálisak, vannak olyan problémás zónák, amit esetleg szeretnének edzeni, vagy túl kevés, vagy túl sok, és ebben azt gondolom, hogy tudunk segíteni. Vannak divatos gépek egyébként ebben a sportban? Gondolom, hogy feltétlen, hogy egy-egy gépet nem nagyon tudnék kiemelni. Az összes gép nagyon fontos és nagyon hasznos. Mennyi időt lehet látni, hogy valaki fitness centrumba vagy buddyzni jár? Hát nem szabad úgy gondolni, hogy bejövök kétszer, hatan, borzasztóan elfáradok, és akkor nagyon jól fogok kinézni. Ha valaki kitartóan csinálja, azt gondolom, hogy egy-két hónap alatt már valamit érez, nem feltétlen lát, csak érzi, hogy jobban, jobb erőben van, jobb a kondíciója. De vannak itt olyanok, akik például két éve szinte ide járnak, borzasztóan sokat leadtak, nagyon jól érzik magukat azóta, és gyakorlatilag ez egy hosszú távú munka. Te még most is játszol a magyar élvonalban. Használod néha a saját gépeidet? Hát itthon kevesebbet tudok edzeni, mivel Dunaújvárosban rengeteget edzünk, mi naponta kétszer is. De például ezen a héten is már voltam itt kétszer egy fél órára, tehát amikor ott nem kell edzeni, akkor nagyon szívesen edzek én is. Kiknek ajánlod ezt a sportágat? Hát én azt hiszem, hogy mindenkinek érdemes, aki egy kicsit a saját testével törődik. Nem feltétlen kell itt Claudia Schiffernek vagy egy Arnold Schwarzeneggernek kinézni, de ahogyan szokták mondani, az épp testben épp lélek. Tehát ha valaki egy kicsit egészségesen él, egy kicsit mozog, egy kicsit az izületeit, az izmait karban tartja, akkor azt gondolom, hogy az élete sokkal tökéletesebb. Az ifjúságot nem céloztátok meg? De a fiatalokkal nagyon kell vigyázni, tehát itt ennek a teremnek az a lényege, hogy itt egészséges maradjon az ember, az egészséget megőrizzük, vagy esetleg az egészséget visszahozni, és erre van például itt a feleségem, egy nagyon jó szakember, azt kell mondanom, aki ha valaki fiatalok bejönnek ide, akkor nagyon jó edzésprogramokat kapnak, ami az egészségüket segíti. Hát akkor itt ez elsősorban nem a versenysporté ez a terep, hanem a szabadidősporté. Jól érzem? Pontosan. Azt gondolom, az egyik legjobb példa arra, hogy mennyit számít az, hogy valaki folyamatosan edzésben legyen. Nekem 16 éve megcsavarozták a derekamat. Tulajdonképpen abszolút alkalmatlan lennék még a hétköznapi életre is. Úgyhogy én, ha például nem edzek pár napig, akkor egyből a gerincemnél érzem, hogy fáj, mert ugye akkor csak a csontok tartanak, ami pedig nem túl jó. Na hát ez csak egy példa a sok közül, hogy miért is kell tulajdonképpen ezt a dolgot csinálni szerintem. Az előző tudósítás erős emberekkel fejeződött be, hát mert hiszen az egész tudósítás arról szólt, hogy az erőt kéne fejleszteni, és jobb alakot kellene valahogy elérni. Stúdiónk vendége Dobos Mihálynak, nem hiszem, hogy neked oda kellene járni egy ilyen fitness centerbe, Misi. Nagyon sokan ismernek téged a környéken, úgyis mint sportolót, és úgyis mint diszkóst. Annak idején te aktív atléta voltál Tatabányán. Idézzük fel, hogy hol kezdted, és mit csináltál? Hát akkor, ha szervusz először is, és tényleg még egyszer köszönöm a meghívást, és köszöntöm a sportkedv nézőit. Ha vissza kellene emlékeznünk, akkor nagyon-nagyon messzire kéne menni, ugyanis általános iskolás koromban kezdődött a sport az életemben, akkor jött be. Amikor tehetségkutató körúton járt az atlétikai szakosztály akkori vezetése, és megnézték a gyerekeket, hogy kiből lehetne aktív atléta. Ez hol volt? Tatabányán, a Jókai Morátás iskolában jártam, és kezünkbe adtak egy kislabdát, hogy dobjuk el. Akkor 5-ös, 6-os lehettem, és fogtam és helyből eldobtam 60 méterre. És akkor azt mondták, hogy na ez a gyerekhez kellene, és rá egy évre 80-82 méter dobtam,
majd 8. koromban dobtam 106 métert kislabdával. Hát ez elképesztő mennyiség, és atléta lettél, nem árulok el titkot? Nem árulsz el titkot, így van, nagyon jól tudod, atléta lettem, bekerültem egy olyan légkörbe, egy olyan millióbe, a sport légkörébe, amiből a mai napig nem tudok kiszabadulni. És hány éves vagy? Rögtön jelezzük az elején, nem látszik rajtad? 39 leszek jövő hónapban. Később eláruljuk majd az apropóját és ennek a beszélgetésnek. Tehát atléta voltál, viszont viszonylag gyorsan abba hagytad. Miért? Igen, az tulajdonképpen a pályafutásom, amint már mondtam, gyerekkoromban elkezdődött, és először dobóatlétaként, majd tízpróbázóként elég szép sikereket értem el. Aztán 1983-ban történt egy baleset a bal kezemmel, műtöttek, és nem lehetett terhelni. Milyen volt ez a baleset? Mert azért ez legendás baleset volt. Rudugrás közben egy válogatott versenyen szétrobbant a rúd a kezem, és felszakította a bal alkaromat, amit 36 öltéssel vartak össze. Hát most a nézőink nem láthatják, de ez nem horror, hanem sportked. Hát 83-nál tartunk, jól tudom. Abba hagytad, és merre mentél tovább? Hát akkor, amikor abba hagytam, akkor fogalmam nem volt, hogy merre induljak tovább az életbe, ugyanis egy olyan burokból kerültem ki, amely addig tulajdonképpen védett. És ekkor talán a jó sorsom hozott össze a megye akkor talán a legnagyobb és legjobb diszkosával is, aki meghallotta a hangom, és azt mondta, hogy Misi, hát ha van ez az egész az affinitásod és kedved, és hát mivel a sportot már nem tud igazából tovább folytatni, akkor próbálkozz meg a műsorvezetéssel, a diszkos műsorvezetéssel. Nem tudom, hogy el lehet-e mondani a nevét az úriembernek. Hát Farkas Gábornak hívják, azt hiszem, hogy Tatán és a környéken az egyik legnagyobb kedvence volt a szórakozóhelyeknek. Ő volt az végül is, aki felfedezett, és erre az útra terelgetett. És végül is annyira jól sikerült ez a dolog, hogy 15 éven keresztül dolgoztam, mint lemezlovas külföldön is, itthon is, és szűkebb pátriárkámban, Tatán, 4,5 éve. Most viszont a látogatásunk igazi oka, pontosabban a találkozásunk igazi oka az, hogy visszatértél a sportba. Mikor tértél vissza, és miért pont gerelyhajítónak? Megpróbálom szabatosan mondani, így mondják gerelyhajítónak. Igen, gerelyhajítónak. Tökéletesen a mai újságban volt egy kis elírás. Biztos, hogy csak egy nyomdai hiba lehetett, mikor azt írták, hogy gerelyvető. Hát szerintem szerkesztő, én mondjuk a szerkesztője rosszul adta meg. Tehát én bevallom, hogy futóatléta voltam. Hajítás és vetés között valószínűleg nagy különbség van, halljuk, hogy mi az. Ezt a diszkoszvetők tudnák azt hiszem pontosabban mondani, akik mindig erre egy kicsit érzékenyebben reagálnak, mint a gerelyhajítók. Igen, 5 évvel ezelőtt, akkor még aktív diszkos voltam, éreztem azt, hogy az éjszakázás mindazt a fizikai erőmet és szellemi erőmet lassan-lassan elviszi, ami ugye ezzel az éjszakázással jár, és úgy döntöttem, hogy bár igaz, hogy a munkám az éjszakához köt, de újra el kell kezdenem mozogni, sportolni, és természetesen akkor még a céljaim között nem volt az, hogy versenyezni is fogok. Egyszerűen jól akartam magam érezni a bőrömben, és szerettem volna ugyanazokat a fizikális képességemet visszanyerni, mint sportoló koromban. Ennek 5 éve. Ennek 5 éve, és mi már emlékezünk, a tataiak is valószínű, akik olvasnak újságot és sportújságot olvasnak, emlékezhetnek, hogy a dobó világkupán már letetted a névjegyedet. 35 éves kategóriában valami eszméletlen nagyot dobtál. Gerellyel mekkorát? Igen, 62-63 méter körül repült a gerely, de én azt mondom, hogy igen, a dobó világkupa volt az, ahol végül is az eredmények beértek. Ugyanis egy nagyon kemény 12-13 hónapos alapozás előzte meg ezt az eredményt, és végül is, ha azt mondom, hogy a dobókupa, dobóvilágkupa és Európa-bajnokság sikere egy volt a sok közül, akkor nagyon közel járok az igazsághoz, ugyanis ezt az egész évet szinte végigkísérte a jó sorozat és az ehhez járó jó helyezés is. És volt egy magyar bajnokság, ahol, amiért tulajdonképpen meghívtuk Dobos Mihályt, én árulom el mégis, csak nekem jönlik, 5. helyezést ért el Dobos Mihály, az abszolút felnőtt magyar mezőnyben. Így van, pontosan. És ami ennek az egész magyar bajnokságnak az érdekessége, hogy
bár készültem a versenyre, de mégsem sejtettem azt, hogy ebbe a felnőtt magyar mezőnybe be lehet még esetleg kerülni. Akár hát 63-64 méter körül eredményt dobtam, és még ott lehet lenni. Megmondom őszintén, vérszemet kaptam, és most már még jobban hajtanak az eredmények, és még jobban hajt az a tudat, hogy nem csak ötödiknek lehet lenni egy felnőtt magyar bajnokságon, hanem dobogóra is lehet állni. Ennek viszont ára van. Ez a másik oka, amiért meghívtunk ide a stúdióba, hogy terveid vannak a következő évre. Igen, terveim vannak, merész és bátor tervek, de azt hiszem, hogy mindezeket a terveket és célokat, amiket kitűztem magam elé, el lehet érni, hogyha valóban olyan következetesen dolgozunk, mint ahogy az elmúlt években tettük. Igen, a negyedik dobó világkupán, mint azt te is ott voltál, Feri, és tudod, három világkupa bajnoki cím és három Európa bajnoki cím tulajdonosa lettem. Jövőre ismét világkupa lesz. Európa bajnokság lesz Finnországban, és ahogy az eredményeket és az erőviszonyokat tudom és ismerem, akkor ott is dobogóra lehet állni. Rengeteg nemzetközi verseny lesz, sok-sok olyan felmérés, ahol bizonyítani lehet azt, hogy érdemes ezt a sportot csinálni. A néhány mondat erejéig még talán is tudom, hogy mire gondolsz. Az Európa bajnokság és a dobó világkupa az nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon fényes emlék maradt számomra, viszont abban a pillanatban, ahogy ezek a sikerek előjöttek, nem is hittem volna azt, hogy ugye a siker milyen kétélű dolog. Erwin Kolman úr, a Dobóvilág Szövetség elnöke azonnal meghívott az összes versenyre, ami Németországban, az ő hazájában és Ausztriában van. Ezt természetesen elfogadtam. Miért is ne, hiszen tudtam azt, hogy ezzel a formával és ezzel az erőléti állapottal van keresni való. Még a saját hazájában, a német dobókkal szemben is. Tény az, hogy a versenysportot, a versenysportolókat, még a válogatott sportolókat is sajnos nem úgy dotálják, nem úgy finanszírozzák. Magyarul sehogy sem dotálják. Magyarul pontosan sehogy sem. Így nagyon nagy szívfájdalomra, de hát sajnos egyetlen egy versenyre sem tudtam tavaly elmenni, amelyet a Dobóvilág Szövetség elnökének meghívására ott kellett volna lennem és képviselnem hazámat, Tatát és minket. Tehát akkor adva van Dobos Mihály, aki Magyarországon az ötödik legjobb gerelyhajító, viszont szűkölködik anyagiakban. Bevallom, hogy ezért is hívtunk meg másrészt, és szeretnénk segíteni. Egy olyan embernek, aki Magyarországon egy sportágban abszolút értékben az ötödik helyen áll, 39 évesen, és ezt most nem a szemedre hányom ezt a kort. Én is nagyon szeretném, hiszen vannak itt Tatán más sportágak, amelyekben jóval gyengébb teljesítménnyel és jóval kedvezőbb körülmények között készülhetnek sportolók. Reméljük, hogy televíziónkat néző sportkedvelők közül többen is kedvet kapnak támogatni egy nagyszerű sportembert. Misi, van még olyan, amit szeretnél elmondani? Igen, talán egy mondatot szeretnék ehhez csatolni, amit az előbb elmondtál. Igen, a céljaimat kérdezted, és a céljaim között még egy dolog szerepel. Az, hogy jövőre ugye a sportolónak mi az élet célja? Dicsőséget hozni. Dicsőséget hozni a hazájának. Dicsőséget hozni azoknak az embereknek, akik bíznak benne, akik segítenének neki, és remélhetőleg mindazoknak a leendő szponzoroknak, akik a válogatott melegítőmre rákerülnek, minél jobb eredményekkel honorálni a bizalmat, amely lehet, hogy ebben az adásban, ezen az adáson túlmenőleg már majd lesz. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, remélem tudunk segíteni. További jó felkészülést, a nézőink láthatták a képeket, ez nem akármi, ez nem kispálya. Tehát mi ott jártunk az edzőtáborban, bevallom, utánad megemeltem azt a lehúzó készüléket, amelyen 140 kg volt, egyszer, amit te 10-szer megemeltél, pedig én sem vagyok a leggyengébb, mondom némi szerénységgel. Tehát akkor sok sikert kívánok, köszönöm szépen. A labdarúgó NB3-ban az utolsó fordulóra került sor az elmúlt vasárnap. A TAC a kistarcsai csapathoz látogatott, amely az utolsó forduló előtt a második helyen tanyázott.
A Taca Bán, Kozár Német, Krüppl, Unger, Harmat, Ferkó, Határvölgyi, Pankotai, Dudás szépe összeállításban kezdett. Az első 30 perc kevés izgalmat hozott, igazi helyzet egyik kapunál sem alakulhatott ki. A hazaiak szöglet után fejjel próbálkoztak, ám az gyengén sikerült. A másik oldalon Pankotai emelt a hazai kapus kezébe. Ferkó távori próbálkozása is csak próbálkozás maradt, lövése nem jelentett akadályt a hazai kapusnak. A 37. percben alakult ki az első veszélyes helyzet, mégpedig a hazaiak előtt. Baloldali beadást követően Markóci közelről az oldalhálóba lőtt. A másik oldalon először szépe távoli lövése került el a kaput, majd a félidő lefújása előtt közvetlenül Ferkó nagyszerű labdát adott Határvölgyinek. Az ő kapás lövését bravúrral védte Hell. És még mindig nincs vége, a kipattanó labdából szépe szerezhetett volna gólt, sajnos határozatlan volt a fiatal csatár. Szünet után gyökeresen megváltozott a játékképe. A hazaiak kezdettől fogva sorozatban vezették veszélyes támadásaikat. Előbb Burillák jobbról úgy adhatott középre, hogy már Bán kapus is verve volt, de végül mégis sikerült felszabadítani. Röviddel később Kis Rihárd került ígéretes helyzetbe, lövése elakadt egy védőnkben. Továbbra is jött a kis tarcsa. Szász a bal oldalról eresztett meg egy nagy lövést, Bán lábbal védte. Rögtön utána az ismétlés elkerülte a tatai kaput. A másik oldalon Határvölgyi visszagurítását Harmat gyatrán kapu mellé lőtte. Továbbra is a kis tarcsaiak irányították a játékot. Jobboldali beadás után Szász lövésébe Bán bravúrral még beleért, a kipattanót az érkező Burillák kapufára lőtte. Hazai szögletet követően óriási kavarodás alakult ki a tatai kapu előtt, végül ez a helyzet is kimaradt, szerencsénkre. Nagy László szögletét követően Burillák közelről fejelt kapura, megint fölé. Baloldali támadás végén Szász próbálkozott lövéssel, ám az gyengére sikerült. Röviddel később Markóci remek labdát kapott a jobb oldalon. Elviharzott és beadását az érkező Burillák elől Kozár az utolsó pillanatban tudta tisztázni. Tatai támadás végén Dudás távoli lövéssel kísérletezett, hiába. A 77. percben góllá érett a kis tarcsai nyomás. Kis Rihárd iramodott meg a bal oldalon, beadása a menteni igyekvő Németh Tamásról védhetetlenül vágódott a tatai kapuba. 1-0. A 87. percben a kis tarcsaiak bebiztosították a győzelmet, megadták a kegyelemdöfést. Kis ezúttal a jobb oldalon viharzott el. Középreadása kapusunk mögött elcsúszott, érkezett Szász, akinek már nem volt nehéz dolga közelről a kapuba helyezni. 2-0. Az utolsó percekben a Tac még szépíthetett volna. Unger éles szögből leadott lövését azonban Hell kapus védte. Maradt még egy hazai helyzet is, Szász kevergetett a bal oldalon, beadása után ismét Kozár érkezett jókor. Az őszi idény utolsó mérkőzésén a Tac majdnem 80 percig tartani tudta magát. Sajnos helyzeteink kimaradtak, így a végén a kis tarcsaiak megszerezték a 3 pontot. A hétvégén új helyszínen, a Fejér megyei Nadapon rendezték meg a mezei futók országos bajnokságát, melyen a Megalodus nagy csapattal vett részt. Kemény pálya és rendkívül nehéz terep jellemezte nadapi pályát. Régen bizonyára emlékeznek, Dunakeszin pontosabban az Alagi Róversenytéren rendezték ezt az országos bajnokságot. Az ifjúsági fiú kategóriájában 25. Hidasi Csaba, 30. Patkó Péter, 42. Fodor Szilárd. Ha valaki a magas helyezési számokat látja, gondoljon arra, hogy több mint 700-an indultak. A csapatban, ebben a kategóriában a Megalodus csapata viszont a 7. lett. A serdülő A fiúknál 17. Szigeti György, 56. Gyulai Tamás és 77. Bihaker Viktor, 17. lett ez a csapat, a serdülő A, és a serdülő A lányoknál ez már egy jó helyezés, az abszolútban 16. Bakonyi Fruzsina, Megalodus és természetesen Eötvös Gimnázium. A tömegsport rendezvények jól ismert alakja városunkban a 78 éves Domokos István, remélem jól mondom, akivel naponta találkozhatunk futás vagy pedig túrázás közben. Most egy kicsit közelebbről megismerkedhetnek vele. Domonkos István 1921-ben született Felsőgallán, és Tatán járt gimnáziumba. Tanított engem például az öveges franci bácsi, egy nagyon, nagyon jó. Józsi bácsi, tehát. Ja, hát francinak hívtuk mi. Nem tudom miért, de annak hívtuk francinak. Hát mindig, ha bejött, azt mondta, hogy disznók, ti dögök, az volt a jellemző mondása, nem az, hogy haragudott ránk, de olyan rendes volt. Na, szóval itt jártam ki 4 gimnáziumot. Többet nem, aztán akkor utána elkerültem a vasúthoz, ott pedig Tatán voltam, itt voltam forgalmista. Meddig?
22 évig, utána meg felsőgalán voltam forgalmista végig, 81-ben mentem aztán nyugdíjba. Azóta aztán élem a világomat, nagyon imádom a nyugdíjas életet. Tudom, ha valaki nem szabad dolgozni, csak azt kell csinálni, ami jó esik, a lehetőség határán belül. Én például nagyon szeretek futni. Menjünk sorban, mikor kezdted el az aktív? Hát 87-ben kezdtem sajnos csak el, addig csak kocogással. Egyébként csak pár kilométert után fogtam, utána aztán azért jobban felmentem az érjel utána. Emlékszel az első versenyedre? Első versenyem, na hát ez elég rázós kérdés, az még Pesten volt, a Igrényt Ferenc, ott volt egy veterán atletikai bajnokságok, hát ott voltam, hát aztán ez a sok érmig van, hát melyiket mikor kaptam, hát a halban gőzön nincsen, ugye. De úgy látom, a minimaratonok fontos szerepet játszottak az életben. A minimaraton ottan 88-ban kezdtem, azóta a megszakítás nélkül idén vettem részt benne 12-szer, hát eleinte bizony, jó, mert 63 persze, mennyi is volt, ennyi. Hát most már bizony aztán lejjebb vagyok, mert minden évben egy percet romlok azért. Ja. Közben azért megjött az étvágy és maratonhoz is eljött. Hát a maratont is, igen, azt mondja, egy haverom mondta, Domi azt mondja, addig nem dobhatod föl a bakancsot, amíg legalább egyszer maraton meg nem futod. Hol futottad hát az első aztán meg a Budapesten, a Kaiser maratonon, hát nem szégyenkezhetek vele, mert 4 óra 11 percet futottam meg, és 5 óra 11 perc a limit idő. Na most az a helyzet, akkor egyedül én voltam 70-en fölül, egyedül csak én voltam, na abban első díjat nyertem, mint ugye korosztálybeli, de nem arra vagyok büszke, hogy első lettem, mert nem volt ellenfelem, hanem az, hogy 304-en voltak mögöttem. Tehát nem a utolsónak kocogtam be. Tavasszal lesérültem, azóta elég sokat csökkentettem a futóvasát, csak olyanokat csinálok, hogy maszak alapon elfutok például, vagy elmegyek busszal, mocsáron itt hazaszaladok, csak ilyen kis izéket csinálgatok. Ugye? Ez ilyen 18 kilométer. Hát az 18-19, hát ez ugye nem nagy távolság nekem, ugye nem megszokott. Én hosszú távfutó vagyok. Mit ad neked a futás? Egészséget. És például mint az Esperanto közmondás is mondja, ami a világon a legigazibb, azt mondja, la sano ne estas cio, se sen sano cio estas nenio. Vagyis az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Úgy szerintem ez a világ legigazabb közmondása. Ha már az Esperantónál vagy, vasutas Esperantista. Vasutas Esperanto csapat, hát én alakítottam még, hát az már bizony nagyon jó, 63 körül, amikor volt azért. Itt a vasútállomáson tartottuk az Esperanto gyűjtéseket. Bejártad a világot. Nem csak arról, a külföldön is ingyen utaztam. Már más a világ. Hogy persze, most a feleségem az 50%-a, van ahol 100%-a. Na még a demokratis országban ő is 100%-a is ingyen utazott. Szóval ezt kihasználtam. Hát én szerettem a vasutat nagyon ezért. Erre a legmesszebb a világon? Megesebb, hát Kubába, Koreába, Afrikába, ezek a távolabbi részek. Hát aztán persze bejártam Párizs, London, Róma, Egyiptom, Ciprus, ez föl se lehet sorolni annyit, ugye. Nem mindennapi nyugdíjas élet ez. Ezen kívül a futás mellett van más is az életedben, ha jól tudom, természetjáró vagy? Igen, igen, az is benne vagyok a Tatabányai bányás szakszervezetnek, a természetjáró egyesületnek tagja. Hát sokat járunk kirándulni, most is voltunk, nemrég voltunk például Lilafüreden, fönn a hegyekbe versenyezni, aztán voltunk a Dobogókőtű kezdve, Rámszakadékon voltunk most végén, úgyhogy Várgesztes, hát ez sokat járok velük is, ugye? Plusz. Teljesítménytúránál tartottunk, látok itt egy oklevelet, Kinizsi 100, ez van rájuk. Ja igen, hát a Kinizsi 100-at is, mondjuk először otthon a Gerecse 50, Gerecs 50-t ezt már megcsináltam 8-szor egymás után, idén is, pedig idén aztán nagyon komplikált volt, idén 400-an feladták, mert idén kegyetlen idő volt, de ezt nem 50 kilométert nem lehet feladni. Hát a Kinizsi 100-nál, hát az sajnos még csak 6-szor csináltam meg. Sajnos. Sajnos még csak 6-szor csináltam meg, úgyhogy hát későn kezdtem el. Na aztán meg ott a Bécs-Budapest szupermaraton. Hát azt 3-szor egymással megcsináltam, 92-93-94-ben megcsináltam. De hát mondjuk akkor még könnyen csináltam, meg mert fiatal voltam, akkor még csak 72 éves voltam. Ugye? Hát akkor még könnyen beszéltem. Most már sajnos ugye az a helyzet, hogy nem igen veszek be a csapatba, mert mondjuk ő teljesítmény képes, én azért az kevés, rontja az ő teljesítményüket. Most a magyar
magyarországi versenyek egy a hézag. Tudnik az a helyzet, hogy a legtöbb futó egyesületnek azt mondja, hogy 50-en felül az első hármat becsülik meg. 50 az első hármat. Hát ne haragudjatok, hogy 30 éve fiatal, vagy nem tudom félni versenyt. Na, egyedülten az országban a Lamacs János által vezett sprint tatai futó, aki tudomásul veszi, hogy a 70-en fölé kis emberek is léteznek. De másik helyre már lassan nem merek elmenni, mert azt mondják, hogy hát ez mit keres itt a temető, meg üres, vagy mi a fene, ugye úgyhogy szóval elégen az nem tudom, hogy ezek, na nem a nyeremény, meg nem érdek a nyeremény, nem arra megyek, de viszont azért erkölcsi mögös is érdekelne azért, a 70-en fölül is. Úszni is jársz. Úszni, azt imádok úszni is, az megint nem, hát hiába nyugdíjasok ráérik mindenre, ugye. Nem is beszél arról, hogy ingyen úszok, a legtöbb helyen ingyen engednek be engem, mint 70-en fölül, van nem is 70. Például a Balatonban. Hát a Balatonban, hát idén aztán átúztam a Balatont is, sikerült azt is, mégpedig Réh fölöttől Boglár lelléig, hát nem mond nagy támaság, 5,2 km, de isteni volt, a 8000 részvevő minden, szóval csodálatos élmény volt úszni is. Hát buborék megyek, akkor megyek oda úszni. Jó. Hát például az 50 méteres. Például most mondom, de miért nem járok az edzőtábor, hogy sokba kerül, másrészt az 25 méteres. Hát mit csinálom? Hát le akarok úszni 5000 métert, annyit szoktam leúszni. Hát mi az a 25? Hát képzel, hányszor kell fordulni, bercédül az ember 25 méteresben. És komolyan az se jó, 30 méteres menni, ez az se jó. Hogy hívják, Tatabány, az klassz, 50 méteres. Másik az, hogy például nekem 70-en föl nem kell fizetni ott, ugye. A utazás még ingyen van, úgyhogy szóval nagyon sokat számít a utazás, hogy azért tudok járni sok helyre. Milyen családi háttér segít? Hát hál' Istennek az asszonypattás, hogy szót nem szóltok, nagyon, nagyon arany kis feleségem van. Hát ő nem tud hogy eljönni, nem tud eljönni, mert sajnos már nincs baj, de mégis baj, nem sokat ülni, sokat állni, nem tud. De viszont engem nem tud, sőt, ha nem megyek, ő zavar, picsukám, mennyi, mert egészséges dolog, tudja, hogy egészséges a mondja, ő zavar, még inkább menjek el. Úgyhogy nem zavar, hogy hát általában aztán, hogy őszintén nagyon ritkán vagyunk, hogy így. Futás előtt 3-ban nem szabad enni, ugye? Hát reggelizek, hát bizony dél van, mire megy, elindulok futni, hát bizony nem igen vagyok ebédre itthon, de hát hál' Istennek a feleségemben nem csinál be problémát, viszont ő nem cseléd, hazajövök, én beteszem a tányérba a kajámat, beteszem a mikróba, megmelegszik, azt megeszem, attól függetlenül, úgyhogy nem zavar az engem. A hobbinál tartunk, itt körülnézek a szobádban, szép lányokat is látok. Hát igen, mondjuk én amúgy másképpen a Naturista Egyesület is tagja voltam, de most már nem vagyok a tagja, mert mondjuk már elég sokba kell az én. De ez évente leszoktam, lejárok, nem Délegyházra, mert oda csak tagok mehetnek Délegyházára, hanem Balatonbelén elég gyakran lejárok strandolni, hát a Naturista Nudista strand. Ilyen FKK az a nevünk, FKK az, ahogy is hívják, Freie Körper Kultúra, vagyis a szabad test kultúrája, ez a hivatalos nevünk nekünk. Ja. És épp testben, épp lélek, a testnél tartunk, sokan azt mondják, hogy a Dominak gyanúsan sötét a haja 78 éves. Igen, hát igen, ezt köszönhetem, hogy olyan van, hogy nagyon arany kis feleségem van, meg aztán köszönhetem a jó hajfestésnek. Jó ember vagy? Igen, és aztán azért festem a hajamat, tulajdonképpen nem akarom, hogy az emberek sajnáljanak. Most képzeld el, melyek így őszülő fejjel az utcán, mit gondolnak az emberek? Istenem, ez a szegény ember nagyon súlyos beteg lehet, vagy nagy szerencsétlen gírta, hogy ilyen fiatal is már őszül, ugye? Mi egykések vagyunk, egy lány van, egy unokám. Hát unokám az már 25 éves egyetemista, úgyhogy szóval ennyi az egész család, nem sok. Sportolnak? Hát a lányom az hát az sokat jár ilyen miért és fene, ez az edző, vagy mi a fene ez? Ez aerobik. Aerobikra is, meg az más, ez a testkultúra, hogy mi a fene, ahogy hívják ezt, ja. Aztán fitness. Ilyen fitnessre, aztán akkor zsírfogyasztó, meg nem tudom, mi a fenékre jár, ez nagyon vigyáz arra, ugye. Hát a vém az sajnos az, ugye az reggel elmélyben sok éjfékonyan haza, már az az egész ország, járja az egész országot. Zsírfogyasztás. Mit teszel, hogy ilyen hát, olajat. Hát az a helyzet, hogy hát azért jó, de azért attól függetlenül azért nem, hogy is hiáklom a dolgot azért, úgyhogy mint a bátyám is mondta, hogy Pityukán, nem bánom, ha hasamat taliskán tök, akkor is megeszem a dolgot azért. Na mert sokan mondják, hogy mint a ötös ezek, hogy például, hogy hogy is hiákok, vegetánosok. Hát
te nekem ne haragudj, az jó tejfölös sikerpaprikást azért nem engedem el azért. És a bort még nem is említett. A bort, hát az nem mondta, hogy módjával, azt én szeretem. Hát aztán jó szósorról, az természetes, hogyha van névnap, születésben, akkor bizony, hát akkor kicsit vigyázni kell, hogy azért sokszor négy szabni az ember, hogy el ne essen. Ugye? Rá is szoktál gyújtani, különösen versenyen. Hát ez egy, én nem tudom, hogy egy hülye szokás nálam, komolyan. Hát amúgy itt nincs cigaret, nem dohányzok én, nem is érdekel a cigaret. És akkor a társában versenyen, kívánok rá, és sosincs cigarettam. Sonyi cigarettam, Sonyi. Hát tavaly például, mikor volt a banai futás tavaly, akkor tudod, kitökéltem cigarettát. Akkor még volt a honvédelmi miniszter, keleti György, attól kértem képzelt cigarettát. Senki nem dántott, ott Bábolnál, ott voltál Bábolnál. Ott állt az agyén, és Bessze bárt, azt látom, hogy dohányzik. Oda mentem, engedj meg miniszter, ne haragudjam, egy cigarettával megkínálnak? Tessék, parancs, megkínált. Mellette volt két ilyen, hogy hívják azt, az éket, a őröket, na. Kengyelfutók. Dehogy kengyelfutók, azok a vademberek, akik mellett állnak. Testőr. Nem testőr, más, gorilla. Na, gorilla, hát ez normális neve. Úgy néztek rám, hát nem támadhattam meg, hát csak egy fürdőn az izé volt rajtam, futónadrág, ugye? De attól kértem cigarettát. Meddig akarsz? De úgy szem ki, meddig, hát még 10 évig még számítok rá, azért még, ja, 10 évig számítok. Csak hát csökkenteni kell a távolságokat, ja. De imádom, a futás nagyon jó, nagyon egész. Na ez a legészű sportok egyik, ami sose, például, én már későn kezdtem el, 66 éves voltam, amikor elkezdtem, tehát sose késő. Mert például ez a legegyszerűbb sportok egyike nem közel más, csak jó cipő, és a láb még mindig kéznél van. Úgyhogy ez bárki, bárhol meg tudja csinálni, mert mindenhol lehet futni. Minden lehetőség megvan rá, Jan. Hány barátod van a világban? Az egy elég tág fogalom, mert mi a barátai, vannak olyan barátok is, ugye, akik futó barátok, az rengeteg van, ugye, az rengeteg van, akik mind ismernek. Hát általában az összes futóversenyen mindig én voltam a legidősebb. Mindenhol én vagyok a legidősebb. Kik a betétársaid? Betétársaim, hát az... Hát tulajdonképpen a győzelmi korban nincs veszélytársam. Mert 78... akik nagyon jó volt ott, hogy feltek, stb. Azok 72 évesek. Szemtelenül fiatal. 72 évesek, hát én mikor 72 évesen fiatal voltam, én sokkal jobban futottam, ugye? Hát hiába, ebben a korban már pár év is rengeteget számít. Pár év is, nagyon, majd meglátod te is, hogy milyen szak sokat számít a pár év. Bizony, majd meglátjuk. Elbűvölő személyiség, egyéniség egyébként Domokos Pista bácsi, és elfelejtettem mondani, hogy azért tegeztem, mert közelebbi kapcsolatban vagyunk, 4 vagy 5 évvel ezelőtt együtt futhattam vele a Bécs-Budapest szupermaratonon. A Géniusz Esze sakkozói Tatabányán felnőtt egyéni sakkversenyen vettek részt, 32-en indultak összesen, két csoportban történt a lebonyolítás, az A kiemelt csoportban Jávor Tamás a 6. lett a B csoportban, második Simon Géza, 4. Zakar László, 6. Fenyvesi Miklós, még tatai eredmények a lányoknál külön értékelve, Bokros Csilla a TAC versenyzője győzött, 2. Zakar Dóra szintén a TAC versenyzője. Megígértem már az elején, hogy megmutatjuk a professzionális labdarúgó ligából, azt hiszem jól mondom, ligából a Szeged-Lombard mérkőzés rövid összefoglalóját. És amikor elkezdődik a mérkőzés, a tatabányaiak szinte nem is hisznek a szemüknek. Rögtön a 2. percben egy szöglet után udvari fejesét Kenesei a gólvonalról fejeli fölé. 20 másodperc múlva Mikler lövését hárítja Gelei, ám a dologból újabb szöglet lesz. A védelmek nem igazán stabilak, így rengeteg a helyzet. A 7. percben Szent Jobbi beadásából, Kipriklő mellé kapásból. Egy fineszes szegedi szabadrúgás, melyet Herzkú inkább nem használ ki. 2 perccel később Kenesei kihasználná, ám a nemzeti sporttól 5-ös osztályzatot kapott Gelei, sokadik bravúrjával, szögletre ment. Még mindig szegedi helyzet a 31. percben, de Gelei ezúttal is fogja a fejest. És ahogy ez lenni szokott, Tüske Szent Jobbihoz passzol, a szélső lefutja Basicsot, majd a középreadást Kis Béla a kapuba pöcköli. 2 perccel később Tüske ugratja ki Zsivóckit, aki szorongatott helyzetben a kapufára lő, a kipattanót pedig Kiprik küldi be a hálóba. Ezzel már is 2-0, és még csak a 34. percben járunk. A 38. perc eseménye ez.
Jeremejev szabadrúgása a kapufán csattan, és Herzku az, aki nem befelé, hanem kifelé lövi a labdát. Mivel a kevés szurkoló füttyel tüntet a szegedi lilafehérek ellen, hát Linka József fiai megpróbálják a lehetetlent. Az 51. percben Túrján mellélő, majd Herzku lövése felülkerüli el a kaput. Az 53. percben Mikler bedobása után egy kavarodásban Hornyák és Kiprik is elesik, majd Faragó a TAR Lombard védőlábai közt ellőve megszerzi a Szeged LC szépítő gólját. A 66. percben egy Lombard kontrában Tüske elfut, Basics pedig egyszerűen lerántja. A szerb jutalma piros lap, az eddig csak szapult Kipriké pedig egy szabadrúgás és egy gyönyörű gól, mellyel akár el is dőlhet a mérkőzés. Egészen a 85. percig marad az 1-3. Ekkor Kiprik, Virág, Tüske és gól. A mintaszerű támadás végén megszerzi első gólját a Lombard középpályása. 4-1-nél az utolsó pillanatokban Kiprik lejön, helyére Varga László áll, majd mire a rohamrendőrök is megjelennek a szegedi szektorban, a meccs zárásaként Kis Béla enged egyet védeni Markovicsnak. És mielőtt még Tüske megindulhatna, Arany lefújja a mérkőzést, melyen a Lombard FC Tatabánya 4-1 arányban győzte le a Szeged LC csapatát. A felvételeket a tatabányai közösségi televíziótól kaptuk. Érdekesség, bizonyára sokan tudják már, hogy a negyedik helyen tanyázik a Lombard FC, tehát nem akármilyen bajnokság lehet, ahol az újonc már a negyedik helyen van. Kézilabda MB2-ben forduló volt, a nők Komáromban vendégszerepeltek, és 24-19-re vereséget szenvedtek a férfiak, a listavezető Balaton Almádi otthonába látogattak, és 17-13-as félidő után 31-27 arányban vereséget szenvedtek. Ezen a hétvégén itthon játszik mindkét csapat. Szombaton a Városi Sportcsarnokban 15 órakor TAC VMS Széchenyi Főiskola, 17-kor pedig a TAC női csapatának a Büki TK lesz az ellenfele, tehát a Városi Sportcsarnokban. Még egy sporthírt gyorsan elmondok, 27 csapat nevezett összesen a TAC által szervezett Városi Teremlabdarúgó Bajnokságra, amely november 27-én, tehát a jövő szombaton indul, és attól kezdve az ünnepeken keresztül egész a következő évig, szombat és vasárnap 14 órától nagy üzem lesz mindkét napon a Városi Sportcsarnokban, nagy derbikre van kilátás. Eddig tartott ma esti sportadásunk, a mai adásunkat a tegnapival együtt csütörtökön 9 és 17 órakor ismételjük meg. Kollégáim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra. Thank you.